következő az az azonosulás. Sajnos nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy túlságosan azonosítjuk magunkat azokkal a helyzetekkel, azokkal a körülményekkel, amiben benne vagyunk. Ez olyan, mint amikor valaki néz egy filmet a moziban, és beleéli magát. Amikor vicces jelenetek vannak, akkor mindenki nevet, amikor horrorisztikus jelenetek vannak, akkor mindenki sikítozik a nézőtéren. De velük, a nézőkkel nem történik semmi. De mivel beleélik magukat az eseményekbe, akkor tapasztalják az érzelmeknek a hullámzását. Ugyanígy mi is éljük az életünket, és amikor nagyon túlságosan beleéljük magunkat a velünk történő eseményekbe, akkor hajlamosak ezek az események magukkal ragadni bennünket. Erre a megoldás az az, hogy próbálunk a megfigyelő nézőpontjából nézni a velünk történő eseményekre. Megkérdezhetjük magunktól, hogyha ezek a dolgok valaki mással történnének, akkor milyen tanácsot adnánk neki, és teljesen más lesz a tapasztalatunk, tehát ha nem éljük bele annyira magunkat. Megfigyelőként tekintünk a velünk történő eseményekre.